folytassa forradalmát. Magyar hangok. Harsányi Gábor, Gesztesi Károly, Szersény Gyula, Kautsky Armand, Háda János, Andrész Kati, Balázs Ági, Kőszegi Ákos. Smile when the grave digger starts out to dig. Don't lose your head, you'll get. A forgatókönyvet írta Talbot Rothwell. Don't lose your head, my friend. Zenéjét szerezte Eric Rogers. Don't lose your head when they're screaming for blood. Don't lose your head or your name will be. Fényképezte Alan Hume. Asking for trouble if you know head. Cause when you wake up you'll be dead. Don't lose your head when the world's at its worst. Don't lose your head when the bubble has burst. Don't lose your head, you'll get by in the end. Don't lose your head, my friend. Rendezte Gerald Thomas. Don't lose your head, my friend. Párizs 1789. Elkezdődött a nagy forradalom. A tömegek keze a szegény vérző arisztokrácia vérétől lett maszatos. A kétkerekű kordék fél óránként ingáztak a Bastille és a városban felállított giotinok között. Az arisztok fejek kupacának növekedésével csak a fel nem használt retúrjegyek kupacának növekedése tartott lépést. Senki nem menekült, Madame la Guillotine sokat akart. Hercegek és hercegnők, bárók és bárónők, férfiak, asszonyok, mindkét nem. Óránként egy tucatszor pergett a dob, lehult a penge és gurult a fej. Igen, minden öt percben friss húst metéltek. És mint mindig, vigyorogva figyelve gonosz mahinációinak következményeit, alaposan szemmel tartva a gyülekezőket, ott állt egész Franciaország legrettegettebb férfia, Robespierre titkos rendőrségének feje, Camembert polgártárs. És oldalán, mint mindig, figyelmesen szemmel tartva a vigyorgó aratást, első számú segítője a Streber Bidé polgártárs. Ki játszik fej vagy írást, az átkozott arisztok fordítva feküdt föl. Jellemző, nem tudja megkülönböztetni. Hagyjuk a fejét. Hagyjuk ezt, muszáj neki, Ali. Mennie kell. Következő, szívupén! Gusztustalan. Mi, uram? Nem látta az utolsót? Szörnyen korpás volt. Fertőtlenítsa a pengét, fő az óvatosság. Oh, igaz, polgártárs. Úr. Pardon, polgártárs úr. Így már más. Mennyinél tartunk a mai nap? 26 arisztok fej. Ó, az egész jó. Csapkodjon tovább. Időközben a csatorna másik partján, távol a mészárlás szörnyű színterétől, Anglia meghitt kis otthonai, boldog gondtalan kacagástól voltak hangosak. És ebéd utáni elégedett böffenetektől. Az arisztokrácia, mit sem sejtve Franciaországban élő testvéreik szörnyű kilátásairól, folytatták szokásos és divatos vidéki hajkurászásaikat. A cserkészést. Na és persze a lövöldözést. Nem említve mindközt a legkellemesebbet, a pecázást. Thank you.
Senki sem vetette bele magát ezekbe az élvezetekbe lelkesebben és energiától duzzadtabban, mint a felső 10 000 legnevezetesebb és legelőkelőbb semmittevője. A risporos parókás felszalagozott Sir Rodney Effing 2 F-fel és elválaszthatatlan társa Lord Darcy Puff. Jó napot, uraim! Jó napot, gondolom az. Minden szörnyű unalmas, ugye, kedves Darcy? Ugyanaz a régi kör. Ma régi emberek. És régi lányok. Régi teha délután. Régi koncertek. Régi bálok. Henry, sajnálattal tájékoztatlak, unalmas a megjelenésünk. Iszonytatóan. A paróka, amit adtál, közönség. Sőt, a szokásos nívod alatti, Henry. Sajnos izgatott voltam a hírek miatt, miket imádott Francimról kaptam. Imádott kidről? Franz a hazám. Na, azt hittem, valami kisasszonyról van szó. Hírek? Milyen hírek? Hát, a revolúció. Revolúció? Az mi a csoda, Darcy? Valami új kicsapongás, gondolom, hiszen franciák. Igen. De gondolom. Nem. Hát nem hallották, uraim? A francia arisztokrácia elveszti a fejét. Ez nem újság. Guillotine által. A kivégzésen. Milyen okból? Teljesen ok nélkül. Urakat és hölgyeket. Hölgyeket is? Pedig ez nem krikett. Pazarlás, mondhatnám. Kész őrület, teljes őrület. És senki sem segít rajtuk, egy ujjal sem. Senki a világon. Kérem, bocsásson meg, Sir Rodney. Hogy rettenetes. Terem buráját. Hallottad ezt, drága Darcy? Valóságosan lecsapják a fejüket. És senki nem mozdítja egy ujját sem. Gyalázat. Felháborító. Kedves Darcy, mit gondolsz, ha te meg én? Egyetlen ujjunk. Vagy kettő. Jó ötlet, az angyalát. Az angyalát, mi? Darcy, irány Párizs! És így megkezdődött a mentőhadművelet, ami teljesen elvarázsolta, zavarba ejtette és megbabonázta Camembert és Bidé polgártársakat. A hadművelet, amiben Sir Rodney és Lord Darcy egy sorozat merészcsel és művészien tökéletes áruha segítségével kimentette az áldozatokat egyenesen a guillotine lépcsőjéről. És mindig hagy maga után egy ilyen izét, Camembert polgártárs. Igen, Robespierre polgártárs. De mi ez? Mi akar ez lenni? Arra a megállapításra jutottam, hogy ezt a jelet Angliában használják a lekicsinylés kifejezésére. Angliában? Igen, sokuknak van ilyen a címerükön. 2 terpesztet, új. Tehát ezzel azt akarja mondani, hogy ez a... Minek is nevezte? Fekete új köröm jobb hiány, mert az egyik köröm fekete. Igen. Az angol arisztokrácia tagja? Kétség kívül. Köpök rájuk. Én is. Bocsánat, ezer bocsánat. Meg kell őt állítani. Ne féljen, legközelebb elkapom. Ajánlom. Nos, holnap Soufflé hercege megy a guillotine alá. A royalisták hírhet vezére. Azt mondtam, royalista, Camembert. Igen, persze. Na azért. Tehát, ahogy mondtam, ha a Soufflé hercege megszökik, az katasztrófa. Ne aggódjon, polgártárs, átvizsgáltattam a kivégző dobogót, és több katona lesz szolgálatban. Holnap ilyenkor Soufflé hercege határozottan meg lesz kezdve. Thank you.
vagyunk, polgártársak, bizony. Nézzék csak, működő guillotine makett, csak 5 frank darabja. Ő jár hozzá 6 arisztok, teljesen kivehető fejjel. Vigyenek haza a gyerekeknek, maguk is játszhatnak vele, nézhetik, ahogy beleesik a kezükbe. Tessék, 5 frank. Na jó öreg, Darcy. Így van, szép és kedves. Gyerünk, Bédé, gyerünk, kezdje már el. Már is, polgártárs úr. Le duc de soufflé. Le duc de soufflé. Tessék, köszönöm. Tessék. Igen? Vigyázz, felkészülni. Ne átsorogjon itt, ember, menjen és szedjen le. Igen, igen. Félre az útból, fiú. Nem vártam. Soufflé. Soufflé, figyeljen, magára várunk. Üdvözlöm. Mindjárt az utolsó fejezetnél tartok. Nagyon jó, tudja. Tegye már le azt a könyvet. Ó, arra képtelen vagyok. A legújabb The Sad Marki. Na, gyerünk! Vedd le rólam a kezed, koszos paraszt. Paraszt? Paraszt? Én? De hisz van olyan jó a vére, mint a magáé. Badarság, mindenki tudja, hogy az apád kosárfonó volt. Há-há, na ebben téved. Senki nem tudja, ki volt az apám. Még az anyám se. Nem lesz mivel nevetni, ha lejön a fejem. Gyerünk! Köszönöm, de képes vagyok egyedül járni. Kegyelmes uram, sürgős levelet küldtek önnek. Tegye a kosárba, később elolvasom. Hátul és oldalt rövidre, a tetejéről épp. El kell ismerni, hogy bátor. Na az arisztokok egyformák, poénért mindent. Ej, maga Duc de Soufflé. Ó, üdv. Elnézést, hogy ilyenkor zavarom, kegyelmes uram. Semmi probléma, mindenkivel előfordul. Kis tubákot? Köszönöm, nem. Nos, én a londoni Lloyds-ot képviselem, és azt szeretném tudni, nem óhajt-e életbiztosítást köt. Nem hinném, köszönöm, ma nem. Rendkívül előnyös ajánlat van benne, baleseti halál, vízbefúlással, leszúrással, méreggel, akasztással. Lefejezés? Ó, nem, túl nagy a kockázat. Mi folyik itt, maga uram? Hogy merészeli akadályozni az igazságszolgáltatást ilyesmivel? Jól van, valamiből nekem is élni kell. Élni? Magának meg van minden? Remélem. Na, gyerünk már! Rettenetesen sajnálom, hogy megvárokoztattuk. Ó, semmi gond. Bár a király alatt ilyesmi nem fordulhatott volna elő. Ebből ne nyissunk politikai vitát. Folytassam, Malabons! Most meg mi van? Nem tudom. Délelőtt rendesen működött. Elnézést, de nem akadt be a tetején a kötél? Nem, és maga foglalkozon a saját dolgával. Csak segíteni akartam. Egyedül is el tudjuk intézni a dolgot, köszönöm. Csak siessenek, kezd rettenetesen fájni a nyakamot hátul. Biztosíthatom, kedves dukom, hogy amint működni fog a készülék, maga lesz az első, aki megtudja. Elnézést, polgártársak, de azt hiszem, tudom, mi a probléma. Mit írt maga ehhez? Sokat. Húzza fel a pengét. Bocsásson meg, de lenne szíves felállni? Ó, pont kezdtem elhelyezkedni. Aha, ahogy gondoltam. Ki csinálta ezt? Ezt én. És én hagytam jóvá a tervet. Nem végzett valami szép munkát, mi? A csúszkában van egy csomó. Sőt, itt is van. Az egyik csúszka csomós. Nem csomós a csúszka. Nézze meg. Nem látok csomót. Pedig ott van. Sose lesz jó. De hogy nem lesz? Nem igaz, Malabons? De, igaz. Fogadunk? Igen, legyen 100 frank. Rendben. Helyes. Bebizonyítjuk neki, igaz? Igen, igen, megmutatjuk, de megáll. Mondja! De jó. Tartozom 100 frankkal. Mit tettem? Van orvos a háznál? Meg a személyem! Őszét! Védjenek meg! Fogja a kerülőt! Én a népviszteletet szolgálom! Földre! Lefelé! Őszét! Segítség! Őszét! Védjenek meg! Védjenek meg a
vagyunk, Camembert, a kon ember! Vissza, vissza, itt jobbok vannak, a jobboknak érvényesülni kell! Húzódjanak vissza! Az az átkozott biztosítási ügynök tehet róla. Hova tűnt, hova tűnt? Ezért leüttettem a fejét! Eltűnt! Eltűnt a herceg is! Mi? Ezt nézze! Mi az, polgártárs úr? A fekete új köröm! Úgy tűnik, hogy az angol megint lecsapott. Igen, polgártárs, de azt mondják, hogy ha valamiben az angol jó, az a lecsapás. Nem vagyok vidám. Én sem. Szóval a titkos rendőrség főnökét, Camembert polgártársat, a fekete új köröm nevű férfi ismét bolondát tette. Azt nem mondanám. Hogy nem? Nem. Ez az ő névjegye. A guillotinon találták ma délután az elmaradt kivégzés után. Igen, ez igaz, de nem tett bolondá, nem, egy percig sem. Valóban. Tán rosszul ismerem a történetet. Ez alkalommal biztosítási ügynöknek álcázta magát, igen. Így volt. Kiszabadította Duc de Soufflét az öt orra előtt. Igen. És rávette önt, hogy végezze ki a saját hóhérunkat. Igen. És egy pillanatig se tette önt bolondá. Tudtam ki, látni akartam, milyen messzire megy el. Szentséges Termidor! Ennél tovább nehezebb mehetett volna, nem igaz? Jó, nem tudom, a guillotin megmaradt. Figyeljen, Camembert. Azt akarom, hogy fogja el új körmöt. Megértette? Igen, polgártárs, de az a baj, hogy nem tudom, hogy néz ki, senki nem tudja. Ajánlom, hogy megtudja, vagy magát sem fogja senki megismerni. Engem mindig mindenki felismer. Fej nélkül is? Na tudjon innen! És keresse meg! Igenis, mindent megteszek, de nem lesz könnyű. Az új köröm mestere az álcázásnak. Akárki lehet. Kifele! Csak és tűnjön innen! Menjek, kislány! Vallja be! Maga egy átkozott arisztok, igaz? Gyerünk, gyerünk! Vannak módszereink, hogyan bírjunk szóra valakit? Jöjjön a hüvelyk csavaró! Nem! Megvárjuk, amíg Camembert polgártárs megérkezik. Ha csavarni kell, majd ő csavar. A forradalmat gyakorlatilag már végig csavartak. Bidé! A város minden kijáratát őrzik? Igen, egyértelműen. De ez a nő itt... A hátsókat is kézben tartja? Nem kérdeztem tőle. A hátsó kapukat, nem a hátsóját. Igen, uram. Helyes. Most elkapjuk ezt az átkozott új körmöt. Csak tudnánk, hogy hogy is néz ki. Ne aggódjon, polgártárs úr. Parancsba adtam, hogy fogjanak el mindenkit, aki átszázza magát. Ez sokat segít, igaz? Ki ez a nő személy, és mit keres itt? Épp el akartam mondani, polgártárs úr, a kiárási tilalom után fogták el. Értem, és mi rossz van egy kis tilosban sétálgatásban? De nem lenne szabad ilyen későn kint lennie. Maga rossz kislány, nem igaz? Igen. Biztosan máskor is csinálta már, igazam van? Igen. Nos, azt hiszem, nem tartóztatjuk tovább. Elmehet. Kisasszony. Köszönöm, maga nagyon kedves. Egy pillanat! Hagyja csak itt a címét, később kénytelen leszek beugrani. Köszönöm. Kedves polgárlányka, csak nem hagyta elmenni, uram. Dehogy nem hagytam elmenni, Bidé. Hibát követette, polgártárs úr. Majd magának is lesz alkalma ezt a hibát elkövetni, Bidé, polgártárs. Igen, uram, de nyilván arisztok volt. Látott már borostás nemes kisasszonyt? Borostást? Igen. Mikor megcsókolt, határozottan éreztem, hogy borostás. Igaz? Ráadásul határozottan dohány szaga volt. Biztos, hogy igaza van, polgártárs úr. Persze, hogy igaza van, Bidé, polgártárs. Írja le a megfigyeléseket, és jó rendőr lesz magából. Nos, mennem kell, sok a dolog, fejlemény esetén tájékoztasson engem. Igen, polgártárs úr, hol találom? Ezen a címe. Mi az, uram? Volt a nő, a fekete új köröm. Tényleg? Nem csoda, hogy dohány szaga volt. De. Meg is csókolt. Ne félj, polgártárs úr, páratlan áruhája volt. Még engem is megtévesztett. Megtévesztette magát, igaz? Mi? Itt volt a szobában, és maga hagyta elmenni. Igen, polgártárs úr. Igen, polgártárs úr. Maga szélkelep, maga ostoba, maga. Most jut eszembe, hogy mit is akartunk tenni azzal a férfival.
Még nem ment túl messzire. Nem, ahogy én sem. Nem úgy értem, a városból. Ha sietünk, elkapjuk a nőt, a fickót. Igen, fickot. Igaza van. Igen, Calais felé tart. Ha átjutott az útlezárásokon, akkor... Kocsis! Kocsis! Hívott, polgártárs. Igen, fogjon be. Indulunk Calaisba. Igen, polgártárs. Calaisba, milyen gyorsan tud? Várjanak meg! Maga rettenetesen buta! Vegye fel a kalapját! Magának az a dolga, hogy helyet csináljon egy főpolgárnak, nem tudta! Calais! Állj! Ki van ott? Camembert, polgártárs! Figyeljen! Ment itt ki egy szittyó az elmúlt egy órában. Az őrmester szittyózott be, de most alussza ki. Én egy nőt keresek. Ó, errefelé hiába. El kell menni a Montmartre-ra. Nem úgy értettem, hogy utálom ezeket a parasztokat, inkább egy arisztokrata. Mondja, ment itt át valaki ma este? Nem tudok róla, polgártárs. Nos, tartsa nyitva a szemét, hagyja a kalapom. Nyissa ki a szemét, lehet, hogy jön az angol, a nő és Duc de Soufflé áruhában. Milyenben? Azt meg honnan tudjam? Mi értelme lenne az áruhának, ha tudnánk, mi az igaz? Nyissa fel a sorompót! Kocsis! Calaisba, teljes sebességgel! Boldogan! Polgártárs! Gyere! Calais 3 kilométer, Párizs 273 kilométer. Calais fogadó. Kifelé! Ajja, bocsánat! Bolond, itt várjon kocsis, a többi pedig kövessen! Befelé! Sajnálom, polgártárs, elkésett, zárórát tartottam. Fékezze meg a szemtelen nyelvét! Camembert polgártársa beszél, a titkos rendőrség fejével, a dicső francia köztársaságban! Egyenlőség, testvériség, szabadság! Fogja már be, csak nem fog itt mindenkit fellármázni. Na, asszonyság, látott itt egy férfit... Nőnek öltözve? Ó, ugyan, miféle helynek néz minket? Egy olyan férfit keresünk, aki női ruhában akar megszökni az országból. Hát itt nincs senki, kivéve engem, és én most megyek. Épp el akar menni. Épp elmegy. Áj, lehet, hogy a nő az elég jó felépítésű. Bízza rám, polgártárs úr. Ó. Na jól van, asszony. Hagyja csókot! Ne, kicskáltasz! Na? Nem szakállas. Gyerünk, megnézzük a kikötőt. Indulás! Ez legyen magának lecske, asszony! Hé, Tuskó! Nézze! Mit? Eltűnt a ló! Fekete új köröm? Nem hiszem el, a ló az nem lehetett. Duc, jöjjön már, Duc, gyerünk, indulunk el. Vigyázzat, jönnek! Még nem lehetnek messze. Dőjtő, lemaradunk a hajóról. Nyugi, add a sapkát meg a kalapot. Ezer frank adnak, aki élve elfogja az új körmöt. Ezer frank? Hé, hey, ezer frank üti a markom! Lefoglalom őket, találkozunk a hajón. Itt vagyok! Ott van! Utána! Ki után? Utána! Csak el után! Nem kaptok el? Bezárni az ajtókat, itt kell lennie valahol. Ó, ez egy nő. És micsoda formák? Mi ez a tolakodás, monsieur? Milyen jó képű. És talpig úriember. Nem akarom önt bántani, bár a lehetőség jó dolog. Kérem, hogy távozzék.
Ó, ha megteszi, elájulok csalódásomban. Sajna, nem tehetem. Ó, nézzék, micsoda csodálatos kebel. Kérem, miért nem? Ó, miért hullámzik így csinos keblem? Üldöz a titkos rendőrség. Mi zakatol így a fülemben? Beleszerettem? A titkos rendőrség? De miért? Ó, az én repteső szívem. Lehet, hogy beleszerettem? Azért keresnek, mert én vagyok a fekete új köröm. A fekete új köröm? Ó, a hősöm személyesen. Beleszerettem, különben nem árultam volna el. Én és Franciaország az adósai vagyunk, monsieur. Tisztelgek ön előtt. Ez úgy látom, tisztelgés. Ó, mindent megtennék önért. Óhaja számomra parancs. Az ön vágya, az én vágyam. Tényleg? Aha. Ha ügyesen játszom, itt valami jó kezdődhet. Kinyitni! Kamember polgártárs és a dicső francia köztársaság nevében kinyitni! Éljen az egyenlőség! Éljen a testvériség! Fogja már be, kinyitni! Át akarjuk kutatni a szobát! Nyissa ki! Egy pillanat, kérem! Meneküljön! Bidi! Nyissa már ki a bajt! Hé, oda benn! Kinyitni! Siessen, drága szerelmem! Visszatérek. Tessék, fogja ezt, mint örök szerelmem zálogát. Milyen gyönyörű nyakék. Anyámé volt. Ebben van az utolsó fogsora. Köszönöm. Mindig magára gondolok, ha tisztogatom. Suve! Siessen, menjen! Visszatérek. Na, jó, és mutassa meg a tekintélyét, ember! Mutassa meg a tekintélyét! Bidi, oda már! Louvre! Louvre! Álljon félre, uram! Most aztán kinyitom! Ott van, elfogni! Szóval a gyalázatos új köröm végre a kezünkben van. Úgy tűnik, monsieur. Ó, nem, se az áruája, se a vicces hangja nem segít magán. Vigyék, hozzanak friss lovakat, azonnal indulunk Párizsba. És Bidi, hová lett? Szóval azt állítja, hogy ő fekete új köröm? Igen, Robespierre polgártárs. De hát ez egy asszony. Ó, igen. Igen. Lehet, hogy úgy néz ki, mint egy asszony, de mestere az álcázásnak, arra is képes, hogy női nyerekbe jöjjön idáig Calais-ból. Jó, Camembert polgártárs, ha az illető férfi, bizonyítsa be? Nem, de hogyan? Hogyan? Azt kérdi, hogyan? És maga hívja magát franciának. Ha szabad javasolnom valamit, polgártárs úr... Kérdelem, mit akar? Van egy csalhatatlan módszerem, hogyan tudjuk meg az igazi nemet. Igen. Igen, uram, előbb vagy utóbb, uram, a nő vagy férfi kimegy bepúderozni az orrát. Igaz, uram? Amikor ez bekövetkezik, egyszerűen olyan helyre vezetjük, ahol két kiszobácska van, hölgyeknek és uraknak. És titokban megfigyeljük, melyik ajtót választja! Bidé, polgártárs. Igen, el kell ismernem valamit. Köszönöm, polgártárs úr, köszönöm! Ha leüttetném a fejét, ugyanannyi agya maradna, mint amennyi eddig volt. Köszönöm, uram! Megmutatom, milyen nemű ez a személy. Tessék! Látott valamelyikük is valaha egy férfit, aki így néz ki? Ó, csodálatos dolgokra képes a kitömködés, bár lenne egy kis ösztöké. Magában egy csepp ösztöke sincs! Ostoba, ismerje be! Új köröm megint majmot csinált magából. Jól van, kislány, mondja, hol van ő? Nem érik utol, már Angliában van. Nyilván most már világos magának is. Új köröm és ez a nő összeszűrték a levet. Ó, nem, polgártárs. Nem tartom valószínűnek, hogy lett volna idejük ilyesmire. Vigyék el a nőt! És vallassák ki, és kapják el ezt az új körmöt. Igen, polgártárs, de nem lesz könnyű, ha visszament Angliába. Menjen Angliába, és keresse meg, leplezze le ezt a megtévesztő művészt. Na is, a kudarcot vallom. Akkor kár külön levágatni a haját. Angliába, minek? Mondtam, megtalálni azt az átkozott új körmöt.
Velem mi lesz, amíg távol vagy? Hogy érted azt, hogy veled mi lesz? Úgy volt, te fogsz megvédeni, ki fog megvédeni? Na de én most nem tudok ilyesmiten gondolkodni, veszélyben vagyok, már látom gurulni a fejem. Nem gurul messzire, olyan szögletes. Jaj, ne, mikor vetközöl olyan, mint a kiürítenél egy szemétkosarat. Akkor miért nem veszel nekem egy szemétkosarat? Azt szerettem volna, hogy az életem egyszerűbb legyen. Persze. Szerettem volna egy vagyonos férjet. Igen, hogy ne. Kastélya? Ranggal. És ranga. Persze, akkor miért nem ész hozzá egy rangos fickóhoz? Hogy tehetném, ha te levágod a fejüket? Ki az? Ó, maga az. Elnézést a zavarásért, polgártárs úr, de azt mondta nekem, ha találok valami fontosat... Jó estét kívánok. Nos? Nagyon kedves, valóban nagyon. Ne ácsorogjon, elő a farmával. Ki vele már? Mivel, uram? Azzal, ami annyira fontos volt. A lányról van szó, épp ahogy mondta, fél éjszaka dolgoztam rajta, hogy kiszedjek belőle valamit. És mit tudott meg? Semmit. Semmit? Egyáltalán? Egy mukkot se szólt. Engem nem érdekel, hogy milyen nyelven nem beszél. Mi van az új körömmel? Ó, itt egy ezüstnyakék. Ő a tatta a nőnek. Á, mi van benne, egy hajtincs? Nem, egy fogsor. Egy fog? Az ő fogsora? Fura helyen tartja ezüstnyakékben a haja. Hát nem jellemző a rohadt arisztokratákra. Egy pohár víz nem elég jó nekik. De ez segített megtalálni. Egy olyan férfit kell csak keresnünk. Így beszél. Egy férfit, aki így beszél, nem jó. Biztosan van másik fogsora. Tudja, milyenek ezek. Mi a fenét bámul? Szegény családból származom. Nem telt olyan luxusra, mint önnek. Csak a kenyér héjára, meg alkalmanként egy kis töpörtyűre. Kami, nagyon örülnék, ha megkérnéd az alárendeltedet, hogy vegye le rólam a forró szúrós szemét. Alárendelt? Nem lesz többféle beszéd az egyenlőség dicső köztársaságában. Egyenlőség, testvériség, szabadság. Az egyenlőség meg a testvériség nem érdekel, de nincs szabóságom. Csend, mind a ketten megvan, ismeretet kaptam. Biztos nem tőlem. A lány, ő lesz fényes csapdánkban a csalétek. Újköröm nyilván szerelmes belé. Miből gondolja? Kedves bidém, nem szoktak az úri emberek ezüstnyakékeket osztogatni a fogsorukkal, csak úgy. Nem tudom, az angolok nagyon furák. Tételezzük fel, ha megtudja, hogy börtönben a lány, visszajön Franciaországba, hogy megmentse, és akkor a csapdánkban lesz. És akkor? Befogja. Csak kérdeztem. De hogyan tudassuk vele, hogy a lány fogoly, ha nem tudjuk, hogy ki az? Majd megtudjuk. Azonnal elutazunk Angliába, hiszen van egy postahajó, ami Calais-ból indul. Ó, polgártárs, ez túl veszélyes. Madarság, nem először utazok postahajón. Nem úgy értem, Angliába menni. Tudja, mit gondolnak oda át? Igen, ott most csak az arisztokratákat szeretik. Akkor arisztokraták leszünk. Siesen vidé hívja a kocsit. Igen, uram. Ne feledje a motyót. Hát persze. Na, nem a lotyót, az utazótáskámat. Ó, de végül is valamit kell csinálnunk az úton. Ó, oh, pardon. Sir Rodney, hadd gratuláljak önnek. Rendkívül kellemes ez az estély. Köszönöm, Lady Binder. Kérem, árulja el, mi a célja mindennek? FNS. Ó, ugyan, biztosan van valami célja. Azt mondom, francia nemesek segítése. Ó, természetesen, nagyon értékes ok, és ma büszkévé tette őket. Viszont az ön báljai mindig csodálatosak. Egyiket sem mulasztanám el. Köszönöm, Lady Binder. Oh.
Darcy, jó, hogy jössz, mi a helyzet? Még semmi. Az ügynökeink nyomoznak, de sajnos úgy fest, hogy a lány eltűnt. Meg kell találnom. Mondtad nekik, hogy az anyám fogsoráról lehet felismerni? Igen. De nehéz belenézni minden lány szájába. Nem a szájában van, hanem a nyakékében. Én azt hiszem, igazán szép. Csoda, hogy nem akadtak a gyomára. Oda kell mennem. A helyedben nem tenném. Keresnek. És még valami. Érkezett egy férfi a húgával, aki magát Silva Dereje grófnak nevezi. Egyenesen Franciaországból még tegnap. Megszöktek? Mhm. Segítség nélkül. Pontosan. Nekem gyanús a dolog. Vettem a bátorságot és meghívtam őket. Rendben? Ügyes vagy. Így lehetőségünk lesz kiismerni őket. Na, örvendek! Na gyere már, mi a bajod? Ezek a pupos angol utak. Egy hétig nem fogok tudni ülni a fenekemen. Csak ne légy közönséges, ne felejtsd el, hogy te egy arisztok vagy. Miért nekik nincs fenekük? Dehogy nincs, de ők úgy nevezik, hogy becses fertály. A becseseknek az van? És az egyszerűbbeknek ülepe. Ó, a becses fertályam nem fenekedik ülepedésre. Na, gyerünk. Köszöntöm Önöket az Effing házban, én Sir Rodney Effing vagyok, két F-fel. Sir Rodney, a nevem Henri de la Silva Dereje gróf, egy R-rel. Örvendek, kedvesem, azt hiszem már találkoztunk. Kötve hiszem, ő az én hugocskám Desiré Contess. El vagyok ragadtatva, Contess. Hasonlóképpen. Ritkán halmoznak így el bájjal, Ön egy festmény, sőt egy dombormű. Bocsássa meg tolakodásukat, de amikor meghallottuk, hogy bál lesz... Ugyan a házam az öné. Ön nagyon kedves. Becses a fertály, min érkeztek, ürítsenek fenékig. Szabad a fenekezés! Megszöktek Franciaországból? Igen, egy halászhajón. Gondoltam, hogy ez az illat nem Párizsból való. És most alig várjuk, hogy megismerkedjünk a fekete újkörömmel. Kivel? A fekete újkörömmel, azzal a gáláns úriemberrel, aki oly sok drága hazafimnak segített megszökni. Igen, az nagy mutatvány. Ismeri őt? Dehogy! Nincs nekem gyomrom a rámenős alakokhoz. Elnézést, ez a tánc van a kártyám hátsó felén, talán a grófnő megtisztel később egy körrel. Örömmel, bár az én hátsomon nincs tánc. Igyekszünk, grófnő. Ne féljen. Gondolja, hogy ő a fekete új köröm. Ki, Effing? Ne legyen nevetséges. Kedvesnek tűnik, és van neki neve. De nem az, amit finom társaságban használ az ember. És... most mit csinálunk? Elvegyülünk, beszélgetünk, megpróbálunk megtudni valamit, ami nyomra vezet bennünket. Elvegyülünk. Értem, uram. De a lényeg, hogy elcsípjék a végit. Megtörtént, uram. 8 napos voltam. Elnézést, kedves, szabad lekérnem? Természetesen, Rodney. Köszönöm, kedvesem. A barátod, ez a Duc de la Silva Dereje. Mi van vele? Tisztára olyan, mint Camembert. Igen. Úgy érted, a francia titkos rendőrség feje? Valami bűzlik. Na de mit keresik? Mire készül? Jaj. Légy természetes. Próbáltam elnézni, de meghallottam. Nem tehetek róla, a buborékok lerakódnak a mellemben. Igen, ott van elég hely. Mi van? Ne legyen nevetséges, ez csak a második. Nem. Megvan a nyom. Ott van. Szuflé herceg úr?
folytassa a történetet, Duk, olyan vérfagyasztó. Ó, igen, már is mondom. Ott voltam, arccal lefelé a giotin alatt, előttem egy kosár koszos nagy emberfej merett rám. Mindig tűnődtem, mit csinálnak a sok fejjel? Ó, kedvesem, külön helyük van. Úgy hívják titkos fejőrség. Folytassa, kedvesem, olyan izgalmas. Nos, a doppergés leállt, elképesztő csönd támadt. A hóhér meghúzta a fogadjút, a penge kezdett lezuhanni, de visszapattant a nyakamról. Visszapattant a nyakáról? Vissza! Jó tréfa volt, kemény gallért viseltem. És mielőtt idejük lett volna összeszedni magukat, talpra ugrottam, kirántottam a karrot, és neki mentem nesze. És meg kell mondanom, remekül vették. Hány embert ölt meg? Ó, hatot, hetet? Hatot vagy hetet? Ó, milyen véres látvány lehetett. Ó, ha nem törik el a kardom, véresebb lett volna. És mi van a fekete újkörömmel? Nem ő mentette meg magát? Ó, dehogy kedvesem. Ő is ott volt, de nem volt rá szükség. Na, ez tiszta hazugság. Mindenki hazudik, ha iszik bidé. A bor beszél belőle. Lefogadom, hogy tudja ki a fekete újköröm. Van kedve... valamelyik ifjú hölgynek csatlakozni hozzám egy sétára a kertben. Ismerem az apró kis zugokat. Nem zugos típusok, mindegy. Indítsd, Desiree, próbálj meg tudni valamit. Miért én? Mert te vagy a nő, és a nők le tudják dönteni a férfiakat a lábukról. Hát ez magától is ledől. Tedd, amit mondok! Megyek már! De ha csak elét látom a mi csodájának, ott hagyom. Menjen utána, figyelje, hogy mit tesz. Nem bízik benne? Nem mindenki olyan hűséges hozzám, mint maga drága bidém. Köszönöm, uram. Nincs kit utána küldenem. Ott az emberünk, aki úgy néz ki, mint aki büdöset érez. Mit gondolsz? Nehéz így parókában. Bár meg tudnánk szabadulni tőle. Mondjuk egy kiadós tüsszentéssel. Á, Sir Rodney! Teljesen egyedül, drága grófom, hol a szépség? Szűk volt neki a tér. Az ilyesmi előfordul az ilyen fűzős ruháknál. Elnézést kérek, szippant egyet. A tubák a degenerált arisztokrácia egyik kicsapongása, és én imádom. Hát ezért meg fog őrülni, nagyon különleges. Igen, az én ízlésemnek kis enyhe. A parókám! Hol a parókám? Elnézést, asszonyom, azt hiszem ez az én parókám. Ó, igen, így már jobb. Azt hiszem mégsem az enyém. Elnézést, de azt hiszem, elejtettem a keszkenőmet. Ó, az a magáé volt? Itt láttam valahol. Ne fáradjon igazán, én... Mi van? Olyan gyenge lettem. Ó, jaj, jobb lenne, ha leülne. Milyen cuki maga. Van itt olyan hely, ahol nem zavar senki? De mennyire? Van itt egy kikötő a bokrok között. Igazán? Nem is tudtam, hogy ilyen közel a tenger. Jöjjön. Ez aztán a helyecske. Szerelem pavilonnak hívják. Ó, igazán. Vajon miért? Én sem értem. Ez a márványpad bárkit lehűtene. De azért... Kérem, uram, mit csinál?
Mademoiselle, szabad azt mondanom, hogy ön a legelragadóbb bájos hölgy, akit valaha láttam. Én volnék? Jaj, ne, uram, nem szabad! Nem könyörgök, ne! Hagyja abba! Mi baja van? Lenne valami, ami kéne öntől. Ó, értem, éppen azon vagyok. Ha nem szakítana, folyton félbe. Nem, nem, uram, kérem. Először beszélgetnünk kéne egy kicsit. Ó, ha nagyon muszáj, de miről? Azt hiszem, ön tudja, hogy ki a fekete ujjköröm. Igen, hát jó volt csevegni, de talán akkor... Még nem fejeztem be, tudja, a bátyám, a gróf, szeretném megismerni. Ó, attól tartok, ez lehetetlen. Tudja, megígértem, hogy soha nem fedem fel az inkognitóját. Még az én kedvemért sem? Még a maga kedvéért sem. És ha én kedveskednék magának? Nem, ha maga kedves... Hát az egészen más. Mondja, mennyire akar kedves lenni hozzám? Mondjuk, hogy... Ez a példa. Még egy-két ilyen példa, és én is szörnyen kedves leszek. Gyere ide, te boszarka! Ereszed, elég! Hagyja abba az ötre! Tudom, abba hagyni a vérem, peseg a szívem, nüksze, és a lélegzetem zihál! Éljön a szerelem, le mindennel! Darcy, barátom, máskor óvatosabban tüsszentsen, felidegesítette Monsieur Camembert. Mi az? Minek nevezett? Én? Azt mondta, Monsieur Camembert vagyok. Ó, bocsásson meg, az csak kicsúszott. Tudja, az a helyzet, hogy rendkívül hasonlít egy illetőre, akit Párizsban láttunk, ugye, Darcy? Ó, igen, egy patkányképük is alak, azokkal a vicces képeslapokkal. Arról beszélek, de lehetetlen, hogy ön volna. Úgy nézek ki, mint aki képeslapokat árul. Szó sincs róla, hanem mint az a fickó, aki a képeslapon van. Alig hiszem, hogy lehetséges. Én is ezt mondtam, amikor megláttam a képeslapot. Bocsássanak meg, de ez a beszélgetés unalmas. Hát akkor váltsunk témát. Sikerült meglenni az illetőt, akit keres, hogy is nevezte nagylábúj köröm? A fekete ujjköröm. Ó, tényleg, de ostoba vagyok. Elnézést, uraim, a titkárom szeretne beszélni velem. Nos? Vele van a nő, szufléval a kertben. Kiváló, és megkapta? Nagyon is. Hogy érti? És mit nem? A kesztyűjét. Rossz hírek, drága grófom. Ellenkezőleg, ször, úgy sejtem, a fekete ujjköröm utáni hajszám nem sokára véget ér. Soha! Soha többé! Ha máskor akarsz valamit, tudd meg magad! Kellemetlen élményben volt része? De mennyire? Akár felfedező úti könyvet írhatna! Ne törődj vele, megszerezted, amit tudni akartam. Igen, tudja ki a fekete ujjköröm, az biztos. Ó, hát itt vagy. Hello, Duk. Csúnya kislány, így elfutni, mikor kezd lankadni az ellenállásom. Duk, ő itt a bátyám, ő szeretne beszélni magával. Törvendek. A húgom mondja, hogy ön tud valamit, ami engem érdekel. Ó, maga az, aki kíváncsi a fekete ujjkörömre? Igen, én vagyok. Parancsoljon. Miért nem megyünk haza? Elegem van ebből az országból. Mindenki azt akarja, hogy a ruhadivatról beszéljünk. Hogy érted? Egy tucat ember jött oda hozzám azzal, hogy mit szólnék egy kis pitykézéshez. Mit vár egy rakás marha zabálótól? A békalábat vagy csigát ennének, mint a rendes emberek? Ó, az angolok mindig visszamaradottak voltak. Tudod, még mindig kézzel fejezik le az embereket. De nem lep meg. Akik hamis fogakat hordanak egy ezüstnyakékben, mindenre képesek. Majd elfelejtettem. Még elkaphatjuk a fekete ujjkörmöt. Tedd ezt a nyakadba. Azt a szörnyűséget nem. Másnak a fogai vannak benne. Semmi baj, nem fog megharapni. Hát jó legyen. Égni. Most menj a bálterembe, és feltétlenül táncolj akár minden egyes férfival, és vigyázz, hogy jól megnézzék ezt itt rajtad. Megszokták. De a nyakéket. Na menj már, és ne feledd, mindig villogtasd. Figyelje őt, Bidé, és azonnal jelents, ha valaki felismeri a nyakéket. Ó, igen. Látom a nyakékem csodája. Mi a nyakéket? Ó, ez is lehetséges. Elnézést!
Csinos, ugye? Igazán csodálatos. Nézze meg, jó? Így jobb? Igen, köszönöm, úgyis útban volt. Elnézést! Elnézést, de az a nyakék. Igen? Mi van vele? Lenne szíves levenni. A képen belendül állandóan. Rodney? A láncot itt előre húzhatom? Tegye csak! Hol szerezte? Talán ismeri? Igen, az enyém volt, de odaadtam egy... Igen? Beszélnünk kellene. Hol? A lugasban 5 perc múlva. Nem beszélt senkinek a találkozónkról? Azt sem mondtam, hogy beszéltünk. Okos lány. Uram, nem szabad. Ezt kell mondanom, bár be kell vallanom, a csókja tüzet ébreszt bennem. Egyszerűen nem tehetek róla. Én teljesen magába habarodtam. Akkor is ezt kell mondanom, ha belegebedek. És én magába az első pillanattól kezdve... hogyan is árulhatnám el Kamambernek? Ez szerencse. Megtudom, honnan van a nyakék. Édes kicsi pudlim. Hogy lehet egy angolt ennyire szeretni? Szorítsa magához, könyörgök. Az se érdekel, ha maga a fekete új köröm hazám ellensége. Honnan tudja ezt? Felismerte a nyakéket. Ez csapda volt önnek. Kamambertől. Tudja, hogy ki ő? Amint megláttam. Mondja, hol van a lány, akitől a nyakéket szerezték. Akkor megmondom. Ha? Ha, mikor? Ha a magáévá tesz. Az enyém mi? Tegyen a magáévá. Nem hiszem, hogy addig el tudnék menni. Nézze, én Lady Rodney Effing akarok lenni. Igen, rendben, de ne mondja el Kamambernek, hogy én vagyok a fekete új köröm. Boldogan. Rendben. Na tehát mi van a lánnyal? Kamamber? Bezáratta a nagy ducsiba. Nagy tutyi mutyi, de hol van a lány? Most mondtam, hogy a nagy ducsiba záratta. A kígyó, én megölöm. Ne, ezt nem teheti. Parancsba adta, ha ő nem térne vissza egy héten belül, a lányt nyakazzák le. Akkor Franciaországba kell mennem. Megálljon! Mi lesz a megállapodásunkkal? Nem felejtettem el. Akkor pecsételjük meg. Nem hoztam pecsétviaszt. De én igen. Ne, asszonyom, kisasszony, nézze kérem, ajaj, hú, jújjúj. Sikerült, megvan. Elkaptuk. Ki az? Ki? Nem találja ki. Sir Rodney. Mi? Az a kis Effing lehetetlen. Hallottam, hogy az övé a nyakék. Nem tudom elhinni. Az a hegedűszerű pöcök. Az a dagályos dagadó. Az a fekete új köröm. Az öljen meg? Nem. Óvatosan. Ez nem Franciaország. Ebben a nevetséges országban ok kell, hogy megöljük. Hol van most? A rózsalugasban, Desirével. A rózsalugasban? Na és mit csinálnak? Hát biztos nem a növényeket öntözik. Akkor pont a kezemre játszik. Oda sétálok, meglepem őket, megjátszom a dühött testvért, és kihívom párbajra, így. Nem lesz ez túl kockázatos? Látom, elfelejti BD, hogy én vagyok a legjobb lövő a hazámban. Nyilvánvaló, hogy nem tud bánni a fegyverekkel. Bár látta volna a lugasban. Megyek, hozok önnek pisztolyokat. Ó, a biztonság kedvéért csak az egyiket töltse meg, jó? Na, igen, uram.
Jön! Mit látok én itt? Kami! A húgomat bántalmazzák a saját szemem előtt. Nem, pont fordítva. Maga egy megvetendő korcs, uram. Azonnali elégtételt követelek. Ez maguknál családi vonás. Elég, uram. Megsértette a Della Silvák becsületét. A tántiról nem is beszélve. Húha, ez fáj. Mint sértett fél, én választok kard vagy pisztoly közt. Ezen nem veszünk össze. Magáé a kard, enyém a pisztoly. Ne vicceljen, ször. Higgy el, én halálosan komoly vagyok. Én halálomig rodni, és remélem sokáig. Nincs más választása, ez becsületbeli ügy. Találkozunk hajnalban. Nem lehetne egy kicsit később, sokáig alszol. Hajnalban, ször, egy óra múlva. Hát legyen, hol? Válassza ki ön a helyszínt. Akkor legyen az illatos kert. Az illatos kert, igen, uram. Hajnalban isteni ott a levegő. Viszlátott. Hány óra van? Egy perc múlva hajnal. Nicsak, ott jönnek. Nem túl szerencsés a helyválasztásod. Tudom, mit csinálok. A lovak rendben? Várnak, meg akarod ölni? Akkor a lánynak fejét veszik. Sok némi előnyt akarok szerezni. Jó reggelt! Nos, itt volnánk. Most mi lesz? Hogy mi lesz? Maga még soha nem párbajozott? Csak hógolyóval. Gyerekjáték lesz, uram. Igazán? Sose ültem játékból. Várjanak! Hát ez meg mit keres itt? Szuflé herceg lesz a levezető. Jó reggelt, uraim! Szép napunk van. Jól vannak? Igen. Nagyszerű. Na, tiszta párbajt kérek. Semmi bolondság, rengeteg akció és nem lövünk övön alul. Rendben? Rendben. Rendben. Helyes. Na tehát, fegyverezzék fel magukat, uraim. Zenyém, ó, köszönöm. Ó, úgy volt, hogy csak egyet hoz. Hát igen, csak egyet. Essünk már túl rajta. Ennyi, uraim. Én vagyok a bíró. Akkor kezdhetjük, ha én kész vagyok. Készek? Segédek? Hátra? Szép munka. Na tehát, nézzenek rám, uraim, kérem. Nagyszerű. Na, megadom a jelet, megfordulnak, lépnek 10 lépést és tüzelnek. Készen vagyunk? Nagyszerű. Maga túl közel van. Ostoba, az ellenkező irányba kellett volna mennie. De merre? Arra maga pancser. Látta, ez szándékosan megbökött. Azonnal jöjjenek vissza. Haragszom magukra. Még egy ilyen is, mint kettőjüket kiállítom. De ő kezdte. Nem én kezdtem. De megbökött. Elég volt a mindenit. Ekkora perpat van egy kis párbaj miatt. Foglalják el a helyüket. De ez alkalommal háttal álljanak egymásnak. Így már jobb. Készen vannak? Ne! Ne! Ne öld meg! Ne! Szeretem őt! Ne! Állj! Állj! Szeretem! Vigyék le a szurkolót a pályáról! Ilyet még életemben nem láttam. Vigyék ide messzire. Ha szabad mondanom, maga rendkívül határozatlannak látszik. Mint maga alsóban. Törődjön a maga dolgával. Utoljára kezdjük, uraim. Kérem, kérem. Igen. Köszönöm. Készen állnak? Elnézést. Mi van már megint? De nem lehetne 15 lépés 10 helyet? De minek? A 15 a szerencse számom. Ó, rendben van. Az Isten szerelmére essünk már túl rajta. Ó, nem! Nem? Menjünk. Uram, jól van! Az ott a pecsegődör, ahová való! Bajan! Most nekünk benne van! Ezért jöttünk ide? Pontosan, de most siessünk! Figyelj! Rendben! Hoppá! Na, lekapálod! Mi lesz a megállapod?
elvesztette a friss szerelmet. Nincs baj, uram! Feléleztem! Mi van, ma nincs nyakazás? Túl korán van. A szakszervezet ragaszkodik a reggelihez. Miért nem szabadultál meg a büdös kamembertől, amikor lehetőség volt rá? Mondtam már, Darcy. A kamember nem tér haza, a lánynak fejét veszik. Hol van az adutyi? Szufné, merre van? Nálam nincs. Te volt benne? Ó, persze, igaz. Kövessenek. Hozza a fél osztagot, kapitány! Igen, polgártárs! A fél osztag kilép! Nem ért ide, nézze, itt a nő! Egyedül is látom maga, idétlen. Idétlen polgártárs, ha szabad kérnem. Az új köztársaságban mindenkit úgy... Én is ismerem ezt a maszlagot. Nos, Mamsell, újra találkozunk. Nem félek magától. Küldjön a guillotine alá, ha akar. Sosem tudja meg tőlem, hogy kicsoda fekete újköröm. Nem is akarom, Mamsell, mert azt én már tudom. Tessék? Igen, egy angol úr, egy táncoló dandy, egy ráncoló dundi. A neve Sir Rodney Effing. Két F-fel. Sir Rodney Effing? Két F-fel? Még a neve is zenefüleimnek. Továbbá azt is tudom, hogy éppen Párizsban van, és hogy ki akarja szabadítani magát, és amikor megpróbálja, én várni fogom őt. Ó, milyen aljas terv. Ennyi, csak semmi lekicsinlő beszéd, köszönöm. Nem hagyom, hogy ide jöjjön. Figyelmeztetni fogom valahogy. Azt hittem már megtette, titokban átszállítjuk egy másik büntetőintézetbe. Jöjjön! Nem bírom tovább, bemegyek. Nem, ugye csak viccelsz? Túl sokan vannak, és nincs fegyverünk. És? Ki tudja, mit csinálnak vele? Halál! Vagy ami még annál is rosszabb? Nem aggódnék. A halál tudom, de a másik nem gond. Sokkal jobb, mint mondják. Jön valaki! Gyerünk! Tudják, hova viszik? Igen, polgártárs. Induljanak. És jól vigyázzanak rá, a kedves a fejük. Két ember legyen szolgálatban a cellája közelében, éjjel-nappal, kapitány. Igenis. És maga Bidé a cellájában marad. Ha bárki be akar jutni, azonnal letartóztatja, mindegy, hogy ki az, vagy hogy néz ki. Megértette? Ne féljen, polgártárs úr! Nem tesz bolondá semmilyen állöltözet! Helyes! Értesítsen azonnal, ha történik valami. Igazán szép dolog, hogy elmondták a csapdát. Igen, az. Nagy hasznát veszik. Hogyan? Hát, először is meg kell tudnunk, hova viszik. Nagyon egyszerű. Gyerünk! Maguk ketten kövessenek! Mercer grófja, Lyon hercege, Savigny bárója, Guillotine! Tessék! Polgártárs! Bidé, elfogott valaki! Mi? Na végre! Ha
Ez biztosan ő, gyerünk! Kezeket fel! Mi a fenét csinál? Letartóztatom, mit gondol? Elment az esze, én vagyok az Camembert. Igen, igen, persze, meg Madame Pompadour. Ne beszéljen velem így, maga pimasz parasztó. Vigyázzon, vigyázzon! Ezt alaposan elrototta, igaz? Nem is úgy nősz ki, mint Camembert. De én vagyok ő, vagyis én. Jó, ha meglátjuk, őrség! Ostoba fajankó! Mondja, hasonlít ez Camemberre? Ó, nem, fele olyan ronda sincs. Hol vannak a ronda kis szemek? És hosszú szottyos orr? És a nyúlfogak? Tessék, látja, figyelj! Várom, ezért a fejét vetett, de hova vitták, hova? Én vagyok Camembert! Hát, a bakti felé! Nincs itt! Persze, hogy nincs itt, mert hogy én vagyok itt. Vigyük egyenest Robespierre polgártárshoz. Vigyek kifelé! Vigyenek Robespierrehez, majd ő elmondja, hogy ki vagyok. Gyerünk már! Robespierre polgártárs! Mondja meg ezeknek a bolondoknak, hogy ki vagyok. Miért? Ki maga? Ez nem lehet igaz, hiszen ismer. Camembert polgártárs, én vagyok a kis Kami. Jól ismerem Camembert polgártársat, de ki maga? Jaj, ne! Elfogtam, mert megpróbálta megszoktatni a lányt. Szép munka, Bidé. A csapda ötlete is az enyém volt, polgártárs. A maga ötlete? Ne higgyen ennek a csaló patkánynak. A lányt magam vittem el onnan. Az újkorom nem tudja, hogy hol van. Hova vitték? A Chateauneuf-be. Chateauneuf-be? 20 válogatott katona vigyáz rá. Honnan tudnám, ha nem én lennék Camembert? Utána járok, Bidé, vigyázzon rá. Igen, uram. Maguk ketten velem jönnek. Szóval a csapda a maga ötlete volt, igaz? Igen, így van. Persze Camembert polgártárs se rossz, de nincs itt neki annyi, mint nekem. Maga ostoba ökör! Mi ez? Nem tudom. Robespierre polgártárs! Az nem lehet, hát ő most ment ki! Az nem ő volt, maga agyatlan vadszamár, új köröm volt az, meg itt megcsinálta. Akkor maga nyilván... Camembert, igen! Most már hisz nekem, maga hagyja boly fejű magába! Ó, ne, a lány! Elmondtam, hol van a kocsima, gyorsan, gyorsan! Nos, itt vagyunk, a Chateauneuf, vagy nevezheti a Chateau-nak. Találó név, ez megszorongat. És 20 ember védi. Csak ott lehet bemenni? Ó, igen. Nehéz ajtó. Faltörőkos kell. Idefelé láttam egyet. Az anyajuk volt. Ne törődjetek vele, van jobb ötletem, puskapor, gyerünk! Jó. És most megnézheti, hogy ez milyen csodálatos hely. Na, siess! Szép modor, mondhatom! Kinyitni, kinyitni! Gyorsabban már! Kinyitni, kinyitni! Ó, maga az, polgártárs! A lány, minden rendben? Ó, igen, uram, jól van! Remek időben érkeztünk! Mi ez az egész? Mi folyik itt? Abba hagyni! Hagyják abba! Leszállni a bútorokról! Ezek értékes antik bútorok! Hogy merik bemocskolni ezeket a gyönyörű dolgokat a ronda ülésnyomokkal? Felháborító! Mit csinál azzal a hárfával? Játszik rajta! Én se hittem, hogy pulóver köt rajta. Nem láttam rosszat abban, ha szórakozik. Amikor ez az új köröm bármelyik percben megérkezhet? Vigyék a legmagasabb torony szobájába. Igenis. De ott van ablak, még megláthatja. Bolond, éppen ezt akarom. A lány a csali, aki ide vonzza az áldozatot a csapdába. Igenis. Igen, maguk ketten. Hozzák a lányt. Kövessen.
Mocskos léhítők. Micsoda vandalizmus, nem becsülik az értékes holmit. Mi ez a felhajtás miatt az ócska bútor miatt? De édesem, ez a palota Jacques de Fult herceg otthona volt. Ő a legnagyobb műgyűjtő az országban. Minden darab felbecsülhetetlen. Na és nem is a tied. De igen, ez lesz a jutalmam a forradalomban tett nagyszerű szolgálataimért. Kitől? Tőlem persze. Oh. Mi lett de Fult herceggel? A de Fult megtalálta a zsákját. Hol illeszkedjek be? Szeretnél az úrnője lenni? Nem, azzal már végeztem. Házasság vagy semmi. Desiré hercegnő, de Chateauneuf. Igen, ezt szeretném hallani. Értem, meglátjuk, gyere. Meg akarom mutatni a magállakosztályokat. Meglátod, csodásak. Még a kínai porcelán is drezdai. Így, bidé! Igen, polgártárs úr! Biztonságot akarok. Ne feledje, ez a végső csapda is a lány, a csalétek. Milyen incsiklandó csalétek! Hát nem gyönyörű. Az a tükör miért van ott? Ó, már mondtam, a herceg nagy gyűjtő volt. Ó, igen, volt egy gyönyörű darabja. Nézd ezt a szekrénykét itt. A nőcske ruhái? A feleségéjé. Ó, azt akartam mondani. Nézd, de gyönyörű. Megtennéd, hogy kiveszed. Igen, Kami. Tessék. Hát nem gyönyörű. Miért nem veszed fel? Szabad! Hát persze! Igen! Le kell vennem a ruhát! Miért vannak csukva az ajtók? Hogy új körömne, hogy bejöjjön. Ostoba, azt akarjuk, hogy bejöjjön. Ez a csapda! Issza ki! Uram! Issza ki! Én parancsot kaptam, polgártárs! Nem érdekes, majd én kinyitom. Nos, mehetünk. Egy pillanat. Nyitva van a kapu. De ők nyitották ki. Mi volt ez a zaj? Bidé! Bidé! Hol bujkál? Hol... Olyan, mintha csapda lenne. Igaza van. Ez a régi póklégy trükk. Máshol kell bejutnunk. Egyenes Jacqueline szobájába. Ó, hát nem csodálatos. Semmit nem lehet rábízni úgy, hogy ne roncs el. Bidé! Bidé! Jól érzi magát? Bidé! Anyám! Jaj, polgártárs úr! Nem tudok gondolkodni, az agyam nem működik rendesen. Igen, igaz, tökéletesen normális. A fekete újköröm bármelyik percben itt lehet. És ne feledje, nem akarok semmilyen lyukakat a bútoraimon. Mindenki vissza a helyére, elrejtőzni. Igen. És ezzel feljutok olyan magasra? Az Azsinkúri ostromnál használtuk. Itt vagyok. A fekete új köröm. Utána? Igen! Bidé az ajtókat. Bidé, benne van a csapdában. Igen, uram. Gyerünk, Szuflé! Én magad, aljas gaz, fickó! Ezért letartóztatom. Tudja, hogy mit csinál, igaz? Maga maskarázik. Segítség! Segítség! Jaj! Ipi apacs, nem ér a nevem! Ne lőjön, vigyázzon a berendezésre! Használja a kardját!
másik! Most! Nyomás! Milyen mulatságos! Menjen, feltartóztatom őket! Hoppá! Ki fogja fizetni az ablakot? Ki fogja fizetni? Két balkezes elefánt nem tud vigyázni, képes volt tönkretenni. A forradalom előtt ilyesmi nem volt. Ó, egy gyönyörű váza! Várjon! Vigyázzon a vázára! Mehet? Jaj, ne! Franciaország legszebb gyűjteménye! Tönkre ment, vége! Örökre elpusztult! Jaj, ne! Ide nézzük! Na ne, a hátfát ne! Ne! Oh.
Ó, kezdjük! Barbárok, ezt évekig csinálták! Gyönyörű holmi! Vidé, vidé, beszéljen! Várnám, hogy gyönyörű dolgok, Istenem! Olé! Ne játszhozzon őket! Vigyázz, Rupi! Jaj, ne! Mit tette? Na, sajt krémképű, eljött a leszámolás. Szorodni öngyőzött feladó. Mit csináljuk vele, Darcy? Rengeteg dolgot tehetnék vele. Felakaszthatnánk, vízbe folytatnánk. Vagy csak megmosdatnánk. Jöjj meg, polgártárs úr! Jaj, ne! Ne engedj el! Jaj, ne! Darcy, hozd a lányokat! Gyorsan! Gyorsan! Gyerünk! Jöjj a szuflé, jöjjön! Sérsünk! Tartsa rendesen! Nagy tömeget vonzunk, uram? Már mint én, csak nem képzeli, hogy a maga fejének lehullására kíváncsiak. Remélem nem fog esni, otthon hagytam a kalapom. Még az a szerencse, hogy az az átkozott új köröm most nincs itt. Van egy rossz híre. Ezt nem hagytam volna ki. Mondhatom, szépen betartotta a szavát. Mi baja? Mondtam, hogy lesz valamije a férjének. Rossz rá gondolni, mi az?